A Miss Universe Hungary versenyt néhány év kihagyás után tavaly rendezték meg újra. Idén is várják a szép hölgyek jelentkezését. A Miss Universe Hungary győztese részt vehet a világ legszebbjeinek versengésén, ahol 73. alkalommal kap koronát majd a győztes. A Miss Universe a világ egyik leghíresebb szépségversenye, és hogyha a követő számokat nézzük, illetve hogy milyen sokan követik, illetve nézik ezt az eseményt, akkor elmondható, hogy a világ legnagyobb szépségversenye. Így szerintem mindenképpen fontos, hogy Magyarország is részt vehessen rajta, piciny országként, de ugyanúgy, mint a többi nagyobb ország. A szervezők válogatják ki a jelentkezők közül azt a 60 lányt, akit személyesen is meg szeretnének ismerni. Végül 14 hölgy jut el az egyhetes felkészítő táborba. A döntő, amelyen kiderül, hogy ki fogja képviselni Magyarországot, szeptember 28-án lesz. Fontosnak tartom, hogy Magyarországot egy olyan hölgy képviselje majd, aki nem csak szép, aki nem csak kedves, nem csak jól néz ki, hanem valóban értékeket tud közvetíteni, értékrendeket tud átadni, és van egy olyan kisugárzása, amellyel meg tudja szólítani az embereket, hiszen ez nagyon fontos. Nem mindegy egyáltalán, hogy ki fogja képviselni Magyarországot, hiszen a magyar hölgyeket ez alapján a hölgy alapján is fogják megítélni. Hajós István hozzátette, a magyar nők nagyon céltudatosak, nagyon jól tudnak alkalmazkodni, jó családanyák, jól tudják ötvözni az anyaságot és a nőiességet. A különlegeset, az egyediséget keresi a zsűri a jelentkezők között. A hölgy, aki elnyeri a Miss Universe Hungary címet, 90 ország között képviseli majd hazánkat. Jelentkezni felső korhatár nélkül július 31-ig lehet a verseny honlapján.